harass me all through the afternoon. I have the New York Times and 14 dimes and explanations for the most profound nursery rhymes. Before the rivers run dry, before the last sad goodbye, let us be kind. Jeremy. Üdv, Carl! Üdv, Jeremy! Csak egy perc és hozom a lóversenylapot. Rendben. Hogy mint? Jól, kösz. Handicap fogadás? Ma ki tetszik? Nem tudom. Van egy ló a harmadik futamban. Ja, itt van. Nem tudom, kivették volna? Nem, itt van. Ez a ló nyári dallam, sokkal jobb. Könnyen fog nyerni. Köszönöm. Tegyek fel valamit a nevedben? Kösz, nem. Tudja, hogy nem fogadok. Ugyan hagyd. Kösz. Viszlát. Vigyázz magadra. Őrült kölyök. Minden nap megveszi a lóversenyújságot, kiválasztja, vagy győztes, de soha nem fogad. Thank you.
Jeremy, kérdeznék valamit. Mondja meg nekem, hová szeretne eljutni? Úgy értem, milyen jó szeretne lenni? Egészen jól szeretnék játszani. Tudja, a koncert minőségű soha nem lesz. Ugye tisztában van ezzel? De miért nem? Túl sok mindenre figyel. A nagy muzsikusok csak a munkájukra figyeltek. Hát, én is sokat gyakorolok. Tudja jól? Nézze, én nem kritizálom. Csak úgy gondolom, hogy tudnia kellene, hogy most hol tart, hogy mennyit tud. Nézze, nincs abban semmi hiba, ha valaki jó zenész. És nem kell, hogy kimagasló legyen. Nem mindenki lehet az. De én szeretnék. Nos, nézze. Talán kissé kíméletlen voltam önnel, de a zene kíméletlen, és az élet is az. Magasak az elvárások, és nekem is magasak az elvárásaim. Tehát, ha egy kissé nyersebben beszélek önnel, ne higgye, hogy azért teszem, mert nem kedvelem. Persze. Értem. Biztos? Azt hiszem. Remélem. Tudja, néha úgy érzem, hogy könnyebb barátnak lenni, mint tanárnak. Tudod, hogy Sonny nem tud balra fordulni. A jobb oldalán kell menned, hogy ne jöjjön azzal a tempódobás trükkével. Ugyan, eddig még soha nem dobott úgy kosarat. Jó napja volt, ennyi. Nekünk kellett volna győznünk. Hé, mutasd meg még egyszer azt a trükköt. Üdítőért. Legyen. Jeremy! 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 Oh, szia, apa! Mit csinálsz, fiam? A házit.
hogy lehet a füledbe ordító zenével dolgozni? Könnyen. Hogy könnyen? Nem lehet egyszerre két dolgot jól csinálni. Apa, a zene segít koncentrálni. Nevetséges. Szerinted mi lenne, ha mindenki egyszerre két dolgot akarna csinálni, mi? Talán több mindent véghez vinnének. Nem vicces, Jeremy. Légy komoly, fiam. Ezt már sokszor megbeszéltük. Mindenkinek van munkahelye. Van valami dolga. Az én dolgom a reklámozás, a tiéd a tanulás. Nézd rám, amikor veled beszélek. Jeremy, én azért tartok ott, ahol tartok, mert keményen dolgoztam, erre figyeltem. Te is ezt kell tedd. Csak erre kell figyelj. De apa, színötös vagyok. Kivéve azt a négyest. Nem az a lényeg. Mit tanulsz? Törit. A zene és a töri nem megy együtt. Hidd el. Na és zene és angol? Na és az angol és az angol? Na jó, Ben. Újra elmagyarázom. A narancsvirág és a karib narancs csempe felragasztással együtt darabonként 15 cent. A többinek 10 cent darabja. És erre jön a felragasztás. Amúgy, Márti szerint ide avokádószín kell. Ki ez a Márti? A Rúz ismerőse, a lakberendező. Nem tudtam, hogy van nekünk ilyen. Mióta fizetünk egy lakberendezőt? Ben, a lakberendező nélkül nem tudok dolgozni. Választ ki, amelyik neked tetszik, majd megmondom, melyik tetszik nekem. Választátok a narancsszínűt. Ne okoskodj! De apa, olyan egyformának tűnnek. Nos, nekem a karib narancs tetszik. Vidámabb. Vidámabb? Elnézést. Vidámabb, mint mi? A hűtőben van pite. Milyen? Nyisd ki a hűtőt, és meglátod. Ja, és vigyázz a növényeimre. Ez az, Ben. A fiúnak igaza van. Egyformának tűnnek. Neked talán igen. Jeremy, mi a számom? 30. Aztán 12. Kösz. Én mindig összekeverem a tornatermi számmal. Igen. Mert nem írod inkább le? 30, 12, 34. Egyszerű. Lehet, de most mennem kell. Találkozunk az 5. órán. Rendben.
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt! Egy kis figyelmet kérek. Most már biztos, hogy a koncert 2 hét múlva lesz. Hűha. Aha, 2 hét. Nincs sok időnk, de semmi vész. Nos, Diane és Sherry kezdik a műsort, úgyhogy hallgassuk meg őket az óra elején. Nagyon jó. Köszönjük. Gyakoroltatok. Az első fele jó volt, a másodikat még gyakorolni kell. De olyan sokat nem kell dolgoznunk rajta, nagyon jó, köszönöm. Rendben, következzen Jeremy. Jól van, kész? Jeremy? Kezd. Nagyon szép, Jeremy. Hallottátok? Ezt a cselló darabot vonós négyes keretében szokták előadni. A lassú részek ellenpontja a Brácsa Staccato 16-od hangjai. Hadd mutassam meg a táblám. Nincs kréta. Jeremy, hozol kérlek krétát? Hogyne. Köszönöm. Nos, addig, amíg megjön a kréta, menjünk tovább a zenekari munkával. Hányadik oldalon maradtunk? Elnézést. Hadd nézzem meg, nyissa ki mindenki a 7. oldalon. Nálatok ez hányadik oldal? 13. Menjünk vissza az elejére, ne felejtsétek el, hogy ez pontosan játszandó. Megijedtem. Bocsánat. Megijesztettél. Sajnálom. Mit keresel itt? Nem tudom. Itt mentem el, és láttalak táncolni. Az, amit csináltál, az egy plié volt, ugye? Miből gondolod, hogy plié volt? Nem tudom. Csak ezt a kifejezést ismerem. Nem az volt. Ó. Mit akarsz? Van itt kréta? Igen, ott kell lennie. Ja, igen. Bocsáss meg, de nekem most folytatnom kell, mindjárt vizsgázom. Ja, persze. Hogyne, folytass csak. Örülök, hogy megismertelek. Igen, persze. Gyönyörű volt. Ráfi? Gyönyörű volt. Miről beszélsz? Ki gyönyörű? Ó, az új lány a suliba. Balettáncos. Hihetetlen. Krédáért mentem az egyik terembe, és ott láttam táncolni. Szentég! Haver, mesés lány. Hogy hívják? A fenébe. Mi van? Nem kérdezted meg?
Ezt jól elszúrtam. Te jó ég! Hogy felejthetted el megkérdezni? Úgy, hogy elszúrtam. Gyere, menjünk! Hogy kérdezed meg, hogy hívják? Hogy kérdezném meg, hogy hívják? Jó, elszúrtam. És beszélgetni kezdesz vele. És egy idő után... Fejezzétek be, jó? Hallgassátok a verset. Mikor először tűnt elém... Várj! Nyugi, jó? Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény. Kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillaga, és az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép és édes gyönyörűség. Ennyi mára. Holnap egy hájkút fogok felolvasni. Engedelmesség. Ami egyesekre közületek nem illik. Na gyertek! Nagyon örülök, hogy eljöttél értem a suliba. Önző dolog volt a részemről. Kissé rossz napom volt. Bill bácsid mindent megtesz, hogy segítsen, de nem boldogulok itt. New York kemény város. Sajnálod, hogy eljöttünk Detroitból? Nem hiszem. Főleg, hogy olyan komiszul bántak ott velem. Jobbra fordulnak a dolgok. Remélem. Sőt, biztos. Már is jobban érzem magam, ha téged látlak. Az biztos. Milyen napod volt? Jó. Felmértek táncból. Jó tanárom van. Ismerkedsz a többiekkel? Igen. Van valaki, aki jobban tetszik? Nincs. Nehéz barátokat szerezni. Hát dolgoznod kell ezen, mint minden máson az életben. Nem hívod el randizni? Nem tehetem. Hogy nem teheted? Nem tudom. Nem készültem fel. Egyelőre jó ez így. Szeretek a közelében lenni. Szeretsz a közelében lenni? Akkor miért ülünk itt hátul, amikor ő elölül? Nem értem. Biztos nem randizna velem. Honnan tudod, ha nem kérdezed meg? A barátnői kiröhögnék, ha egy másodikossal randizna. Mondd meg, hogy megbuktál. Azt nem lehet. Még azt inni, hogy buta vagyok. Figyelj, a következő óra után epidnél beszélek vele. Nem tudok. Gyere már. Nem tudok. Ha te nem mész, akkor megyek én. Komolyan mondom. Fejezd be! Számolok 10-ig. Ha addig nem mész oda, megyek én. Beszélek én vele.
Kérlek, Ralfi. 10, 9, 8. Fejezd be, 7, jó? 6, 5. Ralfi. 4, 3. Ugyan már. 2. Hová mész? 1. Állj meg! Szia! Emlékszel rám? Ralph Mansoni. Nézd, az ott... Ő ott a legjobb barátom, Jeremy Jones. A legjobb barátom? A francba! A te jó ég! A te jó ég! Hé, miért mutattál rám? Ugyan, nyugi! Szeretné, ha felhívnád. Hagyj békén! Komolyan! Nem tudom miért, de szeretné, ha felhívnád. Komolyan? Igen. Hé, tudja, hogy másodikos vagyok? Nem tudja, hogy másodikas vagy. Ó, remek. Azt mondtam, hogy negyedikes vagy. Hogy negyedikes vagyok? Nem, csak viccelek. Mondtam, hogy te vagy a legjobb zenész a suliban, és hallottam, hogy ő a legjobb táncos. Honnan tudod, hogy ő a legjobb? Ralfi, te semmit sem tudsz. Nem tudok semmit? Ugyan már. Én mentem oda hozzá, nem te. Látod? Megint rám volt szükséged. Jaj, van egy kis bibi, mert... A pólójára egy pasi neve van ráírva. Komolyan? Ó. Oh. Hé, egy pasi neve szerepel rajta, a zsebe fölött. Tudod, mint a benzinkutasok pólóján. Tényleg? Mi van ráírva? Hát, nem tudom. Nem akartam, hogy azt higgye, bámulom a ciciét, de férfi név. Hé, Susan, várj meg! Szia! Szia, Danny! Hogy vagy? Jó. Honvágyad van? Egy kicsit. Milyen volt? Nagyon szép volt. Nem értem, hogy miért izgul az iskolai koncert miatt. A baj az interpretációval van, nem a technikával. A fogás, amit mutatott, sokat segített. Igen, tudom. De tanárként én... Nem csak technikát tanítok önnek. Az érzelem épp annyira fontos, sőt, fontosabb. Nem tetszik egy-két dolog, amit csinál. Mire gondol, amikor ezt a darabot játssza? Hogy érti? Úgy értem, mi jár a fejében, amikor ezt játssza? Nos... Egy szomorú darab. Olyan magányos. A szomorúság csak egy része. 20 éves se volt, amikor ezt írta. Egy szép parasztlánynak írta, akit csak egyszer látott futólag. A darab tehát egyszerre fejezi ki a szerelmet és az elválást. A zene az életet fejezi ki. Játssza el úgy! Sajnálom. Nem tudom, mi van, de néha... Csak úgy megizzad a tenyerem. Az ujjaimat nem tudom a húrokon tartani. Ez a lámpaláz. Nézze.
A lámpalázat csak úgy tudja leküzdeni, ha nem törődik a közönséggel. Mielőtt elkezd játszani, mielőtt még csak kézbe venni a vonót, nézzen a közönségre. Addig egy hangot se játszon, amíg nincs síri csend. Síri csend. Meglátja, a lámpaláz abban a pillanatban elmúlik, mintha nem is lett volna. Megpróbálom. De nem tudom, hogy beválik-e. Nagyon ügyes. Köszönöm. Viszlát jövő héten. Ugyanabban az időben. Elnézést. Csak szeretném megdicsérni a fiát. Köszönjük. Nagyon szépen. Nagyon büszke rá. Az is vagyok. Legyen is Mrs. Jones. Tudja, a fiam nagyon sokat gyakorol. Elhiszem, látszik is rajta. Köszönöm. Köszönöm. Találkozunk holnap. Szerintem nagyon tehetséges. A zenetanár megdicsérte. És azt mondta, hogy tovább dolgoznak. Hát ez együtt. Nagyon biztató. Igen, valóban az. Szerintem is. Szia. Nagyon tetszett, ahogy játszottál. Oh, köszönöm. Susan Rollins vagyok. Igen, tudom. Nagyon jó voltál. Kösz. Uh-huh. Szia. Szia. Szia.
Fel akarom hívni, de nem tudom, mit mondjak. Kezdjük azzal, hogy szia. Tudom, hogy köszönnöm kell, köszönöm. A kérdés az, hogy azután mit mondjak. Az olyan lányokat, mint Susan, biztos sok fiú hívja. Valószínűleg elvárja, hogy legyek... érdekes, érted? Könnyű, haver. Nagyon könnyű. Akkor mondd, mit mondjak. Nem tudod, hogy mit mondjál? Nem. Na jó. Kérdezd meg, hogy mit csinált ma. Mit csináltál ma? Na, ez elég jó. Más valami? Fogalmam sincs. Kérdezd meg, hogy mi a véleménye a csellódról. Komolyan, ember. Te mit szoktál beszélni a lányokkal telefonon? Hát, én általában nem sokat. Hallgatom őket. Például, emlékszel Glóriára, akit tavaly ismertem meg? Emlékszem. Esküszöm, órákig beszéltünk telefonon. És én csak annyit mondtam, hogy tényleg? Komolyan? Órákig dumált. Szerintem mondanom kéne valamit. És ha írok egy listát? Ja, írj egy listát. Igen, írd le, amit mondani akarsz. És a lista végén, tedd le. Szia, Susan. Halló, Susan. Fogadok, hogy nem gondoltad volna, hogy már is hívlak. Oh, szenték, ez szörnyen hangzik. Hello, Susan. Itt Jeremy Jones. Hello, Susan. Itt Jeremy Jones. Bocs, hogy ilyen korán hívlak, de megyek a... Pillanat, én nem Susan vagyok, hanem a nővére. Várj egy kicsit. Susan, téged keresnek! Mégis hány óra van? Hello? Hello? Oh, hello, Susan! Igen. Itt Jeremy Jones. Ó, oh, szia, Jeremy, hogy vagy? Oh, jól, kösz. És te? Jól. Az jó. Kicsit korán telefonáltam, ugye? Ó, semmi baj. Ó, hogy vagy? Jól. Mit csináltál ma? Hát felkeltem, narancslevet iszom. Jeremy, még csak 9 óra. Figyelj, tudom, hogy kissé későn szólok. De találkozhatunk ma este. Ma este? Nincs semmi baj, ha nem akarod. Nem. Nem. Jó lesz ma este. Jó lesz. Ó. Remek. 6-tól és 8-tól van a film. Nem tudtam, hogy moziba megyünk. Ó, nem baj. Nem. Mit nézünk? Kis kakasomat, Debussy filccel. Az jó lesz? Igen, persze. Az jó. Ha a 6 órásira megyünk, nem kell sorban állni. Figyelj, sajnálom. Semmi baj. Nem erre számítottam. Egész este itt fogunk állni. Engem nem zavar. A jegyszedő azt mondta, hogy már csak az első 2 sorban van hely. Hé, van egy ötletem. Szereted a pizzát? Aha. Én imádom. Mit szólnál hozzá, ha vennénk egyet sorban állás helyett? Oké.
Őt, hogy vagytok? Jól. Milyen pizzát kértek? Egyszerűt, egy nagyot. Hogyne, itt fogyasztját? Igen. Susan, hadd kérdezzek valamit. Lehet, hogyha aznap nem küldenek el Krétáért, soha nem ismerlek meg. Hiszel az ilyesmikben? Például? Nem tudom, a sorsban. Nem hiszem. Túl gyakorlatias vagyok. Ó, én hiszek az ilyesmikben. De jól néz ki. Kérhetek egy kólát? Ó, kérem, hozna nekünk egy-egy kólát is. Hogyne. Köszönöm. Finom. Jeremy, te milyen vagy? Másodikos. Nem, most tudom. Milyen nemzetiségű? Tudtad, hogy másodikos vagyok? Igen. Azt hitted, hogy nem randiztam volna veled? Nem tudom. Az ilyesmi nem zavar engem. Ja, engem sem zavar. Köszönöm. Nos, milyen vagy? Milyen nemzetiségű? Zsidó. Tényleg? Igen. Jones az igazi neved? Igen. Kíváncsi vagy, hogy történt? Igen. A nagyapám neve Jonas Rockmit volt. Amikor Ausztriából ide vándorolt, kérdezték a nevét. Azt hitte, hogy először a család nevét, aztán a keresztnevét kell mondania. Úgyhogy Rockmit Jonas-t mondott. Érted? Ez a története, hogy lett a Jonasból Jones. Ennyi. Ezt most találtad ki? Na, tényleg. Valójában Jeremy Rockmid vagyok. Rockmid? Rocknak foglak szólítani. Haj, ne. Ne szólíts Rocknak. Olyan jó lenne Rocknak szólítani. Kérlek, ne. Ugyan már csak viccelek. És te mi vagy? Én félig kanadai, francia, félig skót, angol, veszi és ír. Ez tetszik. Tudod nekem, mi tetszik? Mi? Amikor hallottalak csellózni. Alig hittem a fülemnek, nagyon jó voltál. Hát, tudod, átérzem a zenét, amikor játszom. Igen, tudom. Balettáncos leszel? Aha, remélem. Én a Juilliardra szeretnék járni. Hallottál már arról a suliról? Persze. Miért vagy New Yorkban? Az apám munkahelye miatt jöttünk ide. Nehéz lehetett otthagyni a barátaidat. Ó, nem. Nem volt olyan sok. Én is így vagyok ezzel. Nincs sok barátom. Öt éves voltam, amikor az anyám meghalt. Az apámmal és különböző rokonokkal laktunk, akik segítettek. Tű, az kemény lehetett. Nem igazán. A gondok csak ezután jöttek. Nem szoktam ilyen sokat beszélni magamról. Hát,
szeretlek hallgatni. Ha csak nem nehéz neked beszélni róla. Nem, ezzel nincs gond. De többet nem tudok. Talán ezért olyan nehéz barátokat szerezni. Tudod, nem vagyok elég biztos magamban. Nem tudom, hogy ki vagyok. Olyan, mintha fél ember lennék. Egyáltalán nem emlékszel anyukádra? Nem igazán. Csak képekről. Egy szép nap, megtudom, ki vagyok. Te tudod, hogy ki vagy? Néha. Mikor? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy ismert zenész szeretnék lenni. Zenélés közben érzem, hogy önmagam vagyok. Nem a szüleim kisfia, vagy egy suliba járó kölyök. Egész embernek érzem magam. Megértesz? Igen. Mármint a zene. A zene én vagyok, akkor jön ki belőlem a bennem lévő én. Ennek nincs semmi értelme, nem tudom. Vicces vagy. Miért? Amikor megismertelek. Felejtsd el. Ne, mondd, mi az? Kissé idétlen voltál. Általában a komoly embereket kedvelem. Miért randiztál velem? Hát, a koncert után. Tudtam, hogy aki így tud játszani, különleges ember lehet. Talán ez a sors. Hé. Úgy volt, hogy nem hiszel a sorsban. Mondtam én ilyet? Igen. Ó, én biztos nem. Gyere, hűvös van. Jól érezted magad? Ó, igen, köszönöm. Nem kell megköszönni, oké? Hiszen semmit sem csináltam. Dehogy nem. Mégis mit? Boldoggá tettél. Szép volt a mai este. Tudod, mi szép? Te vagy szép. Ralfi, nem hiszem el, hogy azt mondtam. Esküszöm, mintha valaki más szólalt volna meg belőlem. Na, várj csak egy kicsit. Mit is mondtál? Azt mondtam, hogy szép. Te jó ég. Csak úgy kijött a számon, miért is mondom el neked? Nem hiszem el, hogy ezt mondtam. Most biztos azt hiszi, hogy őrülten szerelmes vagy. Eláruljak valamit? Az is vagyok, őrülten szerelmes. Tudtam, hogy ez lesz belőle. Tudtam. Kösz szépen. Kedves vagy. Mintha forogna körülöttem a világ. Szerelmes vagyok. Hé, egy dolgot árulj el. Kaptál valamit? Felejtsd el, veled beszélni sem lehet. Nincsenek érzelmeid. Nincsenek érzelmeim? Bent néztem a Colt és Vikingek darabot, te meg felhívsz azzal, hogy azt mondtad egy csajnak, hogy szép. Hát erre most mit mondjak? Felejtsd el. Nézd, Jeremy, figyelj. Szerintem valóban remek dolog, hogy Susannel így nagy boldogságra találtatok. Isten áldjon benneteket!
Szia, Susan. Hogy erre jársz? Hogy erre járok? Itt lakom. De te mit keresel itt? Ó, zene cuccokért mentem. Van egy nagyon jó zene volt a környéken. Igazán? Hol? Nem is tudtam. Valahol, ezen az utcán. Nem tudtam, hogy van a közelben zene volt. Hogy ne lenne? A csemegeüzlet és a gyógyszertár között. Na várj csak, nincs is csemegeüzlet a közelben. Hogy ne lenne? A Bryans. Igen. Bryans? Nézd, nem megy ez nekem. Semmiféle zeneboltban nem indultam. Csak el akartalak kísérni a suliba. Korábban jöttem és vártalak. Mióta vársz? 7 óta. Tényleg? Igen. Most tabasság, nem? Nem az. Ez egy jó reggelt, puszi. Még senkit sem puszíltam meg reggel. Menjünk. Még ennyit várni. Te tényleg 7 óta itt vagy? Igen. Tudod, mi tetszik a legjobban benne? Kis dolgok. Például, ahogy köszön. Mi? Apám, annyira szépen köszön. Haver, nekem nem tetszik, ami veled történik. Ralfi, annyira szép. Hallottam már őt köszönni. Elég sokszor. Nekem nem tűnt különösnek. Hát, attól függ, hogy mondja. Hogy mondja? Nem fontos. De fontos! Tudni akarom, hogy mondja. Jó, figyelj. Ez nem pontosan olyan... Ó, nem. De megmutatom. Pillanat. Nem megy. Nem is figyelsz. De, folytasd! Na jó. Különleges. Ahogy mondja, az olyan... A hangja szép, mély. Halk. Hé. Szia. Szia. Ennyi? Igen, ennyi. Esküszöm. Téged Dili házba fognak dugni. Tudom, hogy be fognak dugni. Tudod, mi ez? Mi? Ez a szerelem. Tudod, mi ez? El ne baj. Szombaton reggel korán megyek eléd. Milyen korán? 6-kor. 6-kor? Igen, reggel 6-kor. Na jól van. Miért? Az meglepetés. Rendben. De mielőtt elindulsz, hív fel, hogy felkeljek. Jó, fel foglak hívni, de 6-ra legyél készen. Reggel 6 óra. Nem hiszem el. Nem mondod el, hová megyünk? Nem. Ugyancsak egy tippet. Nem. Csak egyet. Rendben. De csak egy, nem több, rendben. Oké. Oké, kész vagy?
Nézz oda! Hogy vágtad? Hú, gyönyörű! Az. Ó, ez aztán a reggeli torna. Olyan könnyedén mozognak. Csak úgy elsuhannak előtted. Igen. Olyan, mint a zene. Minden reggel így edzenek? Igen, hajnalban kezdenek. Nézd, hogy megy. Jeremy, soha nem hittem volna, hogy ez az a különleges hely, ahová jövünk. Nem tetszik? Ó, imádom. Remek. Furcsa téged lóversenypályán látni. Ó, nem baj? Ó, egek. Fantasztikus. Nagyon jó. Itt töltem a nyarakat, miut az eszemet tudom. Nem, csak 2-3 éve. 3 nyarat egyhuzamban. A nagybácsimnak segítettem itt. Tényleg? Nekem kellett megetetnem és megsétáltatni a lovakat. Ez volt a dolgom. A reggeli edzés után meg kellett őket sétáltatni. Nagyon jó volt. Ó, Jeremy, elképesztő vagy. Érdekes. Gyerekkorában az apám is olyan volt, mint én. Imádta a lovakat, ugyanazt csinálta, amit én. Igen? Igen. De most... már nincs ideje ilyesmire. Túl elfoglalt. De kár. Gyere! Megmutatom Bill Wingate farmját. Oké. Okay. Apám egyik legjobb barátja. Van itt egy ló, amit meg szeretnék mutatni. Egy szürke herélt ló, Mr. Odem egyik lova. Ez nem ő... ez sem? Nem... Ó, itt van! Ő Szimbád. Ó... Az apamé Never a Band, a kanca meg Anabriek. Tudod, mit jelent ez? Nem. Ó, hát az egyik az apja volt, a másik pedig az anyja. Akarsz cukrot adni neki? Ó, igen. Tessék. A versenylovak általában idegesek, de... Ez egy hát... jó ló. Tartsd a tenyeredet elé, így, nézd. Ez az. Ez az. Ezek a lovak beltenyésztésűek és idegesek, de vele nincs baj. Lejtette. Tessék. Gyere, mutatok még más lovakat is. Szoktál fogadni a lovakra? Nem. Ki szoktam találni, melyik nyer, de nem fogadok. Miért nem? Inkább lemezekre és zenére költöm a pénzem. Tudsz egy jó tippet adni? Hogyne. Triple Band a negyedikben. Biztos ő fog nyerni? 100%. Még mindig Triple Band vezet. Tunic és Free City szorosan mögötte a második és harmadik helyen. Beef Boy messziről követi őket. Amint az egyenes szakaszba érkeznek, Triple Band és Tunic küzd az első helyért. Triple Band vagy Tunic, és a győztes! Triple Band! Még tudja valaki, hogy ezt csinálod? Nem. Titok. Jó, mert a helyedben nem mondanám el. Oké, tudod még mit csinálok? Mit? Éged meg, hogy nem nevetsz ki, elég nagy őrültség. Megígérem. Van, hogy az utcán kiszúrok valakit, aki előttem megy. Versenyezni akarok vele. Csak mi ketten. Csak ő és én. Képzeletben versenyt futok vele. Elképzelem az egészet. Nem hiszek neked. És elindultak. A kéköltönyös férfi jó pár méterrel vezet az első szakasz után. Szomorú, de Jeremy Jones csak a második helyen van. Jeremy előzni kezd a külső sávon. Jones és a kéköltönyös férfi fejfej mellett haladnak. Az utolsó szakaszban a kéköltönyös férfi és Jeremy Jones egymás mellett. A kéköltönyös férfi vagy Jeremy Jones. És végül... Jeremy Jones a győztes. Thank you.
Biztos vagy benne? Igen, biztos. Oké. Atyaik. Susan, kérdeznék valamit. Már elég sok ideje randizgatunk. Élvezed a randikat? Igen. Te nem. Ó, dehogy nem, hogy ne? Nem úgy értettem. Úgy értem, én elég komoly vagyok. Azaz én olyan komolyabb féle ember vagyok. Olyan tipikus csendes alak. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy jól érzed-e magad. Jeremy, néha nem értelek. Tényleg úgy érzed, hogy meg kell kérdezned? Én szeretem veled tölteni így a délutánjaimat. Beszélgetni, az esőt bámulni. Sakkozni. Tudom, hogy nem túl izgalmas. Ha szeretnél valahová menni, menjünk. Nem kell mindig mennünk valahová. Egy kapcsolat nem erről szól. Tényleg úgy gondolod? Igen, úgy gondolom. Hogy ne gondolnám? Szeretem veled tölteni a napot, beszélgetni. Jó veled? Örülök. Kérdeznék még valamit. Azt a srácot, akivel jártál? Danny? Igen. Nem akarok vitatkozni, de... mintha... azt mondtad volna, nem találkoztok többet. Amióta veled randizom, nem is találkoztam vele. Tudod, Ralphie azt mondta, hogy látott benneteket. Suli után. Ja, az. Beszélnem kellett vele. Megmondtad neki, hogy többet nem találkoztok? Ennél sokkal jobbat mondtam. Mit? Megmondtam, hogy szeretlek. Tényleg ezt mondtad neki? Tényleg ezt mondtam. És tényleg engem szeretsz? Igen. Szabad? Hogy szabad-e? Hogy ne lenne szabad? Én is ezt érzem irántad, csak... nem tudom kimondani. Nem kell kimondanod. Csak tudjam, hogy te is ezt érzed. Ezt érzem. Thank you.
I have a blue balloon, a happy tune, and dreams enough to last me all through the afternoon. I have the New York Times and 14 dimes and explanations for the most profound nursery rhymes. Before the rivers run dry, before the last sad goodbye, let us be kind to one another. We can try. So don't just throw your love about. It's not too late to find out. Before the sand has all run out of the hourglass. Too late to hide it now. It's all around us now. Oh, how I want you, girl. Come lie beside me now. While there still is time and all my poems still rhyme, let me love you now. We can drink the good, good wine before the Mire gondolsz? Semmire. Valami baj van? Nincs. Könnyed vagyok. Könnyed? Pontosabban? Nem is tudom. Hát, olyan boldog. Nyugodt. Valami ilyesmi. Boldog vagy? Igen. És te? Igen. Igen, olyan... könnyed vagyok. Ne gúnyolódj! Az enyém! Kíváncsi vagyok, hogy valaki eljut-e Caroline-ra. Kell 6000. Tartoz, meglátjátok, majd én eljutok. Ugye megmondtam, hogy így lesz. 8. Egy pillanat. Ezzel várjatok. Ned, segítség, kérlek. Nincs külső segítség. De igen, kell egy kis segítség, Ned. Kell sajnálom, egy kis Jurisz, dolgom van. Sajnálom. Hagyjátok már. Folytassuk. Végünk van. Édesem, gyere be. Magamtól mit szia, tudok? Szükséged van egy hálás. Nem az van. Szereznem na, kell nem, egy... én jövök. Pillanat. Susan, drágám, gyere ide. Hadd mutassalak be a barátaimnak. Ő az unokahúgom Detroitból. Hát nem aranyos? De az. És ők Roy. Szia. És Tina. Örvendek. Ő pedig Frank. Örvendek. És ő, elnézést, de mindig elfelejtem, hogy hívják. Sherry Spencer. Egy pillanat. Ezt most inkább vagy a ti, ide. Már nem emlékszem. Te vagy az én párom. Megnyugtató. Örülök, hogy megismertem. Úgy szintén. Szia. Nos, akkor játszunk? Persze, no. Gyerünk. Milyen napod volt? Jó napom volt. Különleges. Nos, édesem, egyeseknek kissé több idő kell, hogy rájöjjenek, hogy tévedtek. Ezt nem értem. Maga Verinton Bryant hívott fel ma, és megkért, hogy menjek vissza. Na, lássuk csak. Detroitba? Hát persze, hogy oda. Jaj, ne csináld! De nem mész, ugye? Dehogy ne. Ne menjek haza.
Szívem, 5 éves szerződés, 20%-os fizetésem és részvények, bocsánatkérés. Minden. Végül is az. De véresen komoly. Te jó ég. Mikor megyünk? Azonnal. Azonnal? Holnap után mehetünk is. Addig el tudom intézni az ügyeimet. Tudod, a Parkintonnál csak tanácsadó vagyok, és az... És az iskola? El is felejtettem. Mr. Bryant az iskola tanács tagja, és biztosította felől, hogy a Jeffersonba a 3. osztályba folytathatod a 2 hónap kiesés ellenére. 2 nap múlva elmegyünk innen. Igen. Van valami baj? Itt vannak barátaim. Barátok, szívem. Detroitban még több barátod van. Tudom, apa. Nem úgy értette. Ó, hát tudom, hogy nehéz véget vetni a kapcsolatoknak, de csak 2 hónap telt el. Ez alatt nem alakul ki szoros kapcsolat. Apa, van egy fiú. Nem értem. Nincs miért bánkodni. Itt bent nem tudok beszélni. Menjünk, na, kérlek. Folytassuk. Persze, hogy ne. Menjünk oda ki és beszélgessünk, oké? Okay? Bárcsak eljutnék oda. Remélem, nekem is összejön. Ahhoz egy picikét több kellene. Nem, nekünk van az kitalálva. Mi van ezzel a fiúval? Még szívesen segítek neked. Járok egy fiúval. És komoly a kapcsolat. Az a fiatalember nyáron, hogy is hívják, Danny? Nem, Danny. Ismered, Jeremy az. Persze. Jeremy? Susan, hiszen csak egyszer-kétszer randiztál vele. Pontosan 3 hete és 4 napja. Szívem, tudom, hogy most nagyon komolynak tűnik, de több száz fiú is lesz az életedben, mielőtt férjhez mész. A fiúk a Jeffersonban már biztos sorban állnak, érted? Igen. Szívem, tudom, hogy ez hirtelen jött. Elég nagy falat. De meglátod, hogy minden rendben lesz. Addig is még van egy csomó dolgom. Igen, tudom. Apa, örülök neked, tényleg. Csak olyan hirtelen jött, tudod? Nincs semmi baj. Susan, mi a baj? Jeremy. Susan! Hol a villany? A mindenit, Susan.
Susan! Mi a baj? Olyan szörnyű. Mi olyan szörnyű? Mondd, kérlek! Susan. A tegnap este olyan szép volt. Miután elbúcsúztunk, ott álltam egy csomót. Még éreztem a csókodat. Egész testemben éreztelek. Az járt a fejemben, hogy nő vagyok, és hogy ő szeret engem. És bementem. Egyedül akartam lenni. Egész este rád akartam gondolni. Érted, miről beszélek? Igen, értem. Otthon ott volt egy csomó ember. Köztük apa is. Azt mondta, hogy költözzünk vissza Detroitba. Hogy? 2 nap múlva megyünk. Detroitba? Apának új munkahelye van, úgyhogy csomagolnunk kell. Mikor jössz vissza? Jeremy, nem jövök vissza, nem érted? Te jó ég. Jeremy, mi lesz velünk? Mindig olyan magányos voltam. Mindig kívülállónak éreztem magam. Soha nem voltak barátaim. Soha nem volt olyan közeli barátom, mint te. Jaj, Jeremy! Nézd, maradhatsz New Yorkban. Lakhatsz a nagynénidnél, és apa szerezhet apádnak munkát. Nem kell elköltöznötök. Maradjatok itt. Jeremy, nem jövök vissza, nem érted? Nem jövök vissza. Soha nem volt ilyen közeli barátom, mint te. Mindig kívülállónak éreztem magam. Jeremy, mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Kávét? Nem kérek, kösz. Nos? Hallgatjuk. Oké. Hallgassuk meg az első felvételt. Rendben, előről kérem. Oké, felkészülni. Átnéztük a helyzetét. És most nagyon jól áll. Jeremy! Jeremy! Ó, oh. Szia, apa. Apa? Igen? Nem tudtam, hol keresselek. Oké, fiam, maradj ott, már is megyek. Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Felhívtam az irodádat. Valami baj van? Nincs, de beszélnem kell veled. Nem, fiam. Most nem lehet. Majd este beszélünk, jó? Na, gyere. Bocs, de nem lehet. Soha nem teszem túl magam ezen. Megpróbáltam Ralphie. Apámhoz is hiába mentem, nem tud segíteni. Tényleg elmegy. Mi lesz velem? Ha továbbra is így beszélsz, déli házba dugnak. Hányas kapu lesz ez, kérem? 3-as kapu. Itt egyenesen végig, majd jobbra. Susan, szívem, 3-as kapu. Találkozunk ott, jó? De igyekezzetek. Rendben. Nincs sok ideje, uram.
Van csomagja? Már leadtam őket lent. Fel kell cipelnünk a hugodat a gépre. Ne aggódj, rendben jön. Kedves fiú. Mondd, hogy nem felejtesz el. Hogy mondhatsz ilyet? Susan, szeretlek. Már minden utas beszállt, uram. Kérem, siess. Köszönöm szépen. Arra kérem. Köszönöm. Viszlát, Jeremy. Before the rivers run dry, before the last said goodbye, let us be kind to one another. We can try. So don't just throw your love about. It's not too late to find out before the sand has all run out of the hourglass.